Szevasztok! Hát nagyon jó kis érzékenyművész kollégák vagytok, és köszönöm szépen azokat az e-maileket, amik a tegnapi témafelvetésre jöttek, és ugye hát nem véletlen mentem át személyesbe. Ez egy nagyon nehéz történet. Nekem egyszer egy endokrinológus professzor azt mondta, hogy nincs ilyen, hogy férfi meg nő, ahány ember, annyi nem, ez egy spektrum. Hát ezen is lehet gondolkozni. Én most nem akarok, hanem 224-nek egy viccesnek tűnő, de vérkomoly dalt írtam, témáját tekintve legalábbis, megtörtént eseményekre hivatkozik, és hát rendkívül szomorú a konklúziója. Valóban úgy volt, hogy Okinawa szigetén éltek valamiért a Földön a legtovább az ottani halász emberek, nyilván az életmód meg a táplálkozás miatt. És hát, hogy mi történt velük, az ki fog derülni. A mai 224. szerintem kiváló alapanyagnak mondható, tehát én nagyon szeretem, Okinawán című dalból, amit 250-nek írtam, szeptember 17-én. Ugye milyen hülye rituálé, de én bírom, mert hogy ez adja a kapaszkodókat. Nem tudom, hogy miért. Mindig a kalapból kihúzom, hogy milyen sorszámú dal jöjjön a már megírtak közül, és akkor az jön. Tehát ez az Okinawán 250-nek írtam, és 100 BPM-et kereken ünnepésen tempója. Okinawa volt az a hely, ahol a legtovább éltek a népek. Okinawán, csupa vagány, halász átlag 120 évet. Okinawán, az volt a helyzet, sokáig éltek, mert csak halat ettek. Nyugis egy hely volt, Okinawa, fogta az ebédjét kiki maga. Így volt ez addig, míg nem csapott bele a hallevesbe, a változás szele. Nem vált a heliek javára, hogy betévedt Okinawára, az amerikai haditengerészet, és jól hazavágta az ottani létet. Padlóra küldték az összes halászt, mind dagat lett, beteg és civilizált. De úgyis, hogy mind dagat lett, beteg és civilizált. Padlóra küldték az összes halászt, mind dagat lett, beteg és civilizált. Ez a... valószínűleg ez a jó osztás. Támaszpont lett Okinawán, mind meghíztak az amcsikaján, a hamburgertől, a hotdogtól, felére csökkent az életkor. Jobb volt ott addig, míg nem csapott bele a hallevesbe, a változás szele. Nem vált a helyiek javára, hogy betévedt Okinawára az amerikai haditengerészet, és jól hazavágta az ottani létet. Padlóra küldték az összes halászt, mind dagat lett, beteg és civilizált. Jön a meggondolandó rész. Mindez azért, mert a hülye Japán kikapott csúnyán Okinawán. Elcsitultott az isteni szél, büntibe mentek a japcsik ezért. Jobb volt ott addig, míg nem csapott bele a hallevesbe a változás szele. Nem vált a helyiek javára, hogy betévedt Okinawára az amerikai haditengerészet, és jól hazavágta az ottani létet. Padlóra küldték az összes halászt, mind dagat lett, beteg és civilizált. Ugye hát ennek a nehéz sora, amit meg kell oldani hangsúlyba, ritmikába, az amerikai haditengerészet, vagy az amerikai haditengerészet. Ha olyan a dallam, akkor ez nem lesz magyartalan. Tehát, hogy betévedt Okinawára az amerikai haditengerészet, és jól hazavágta, csak a haditengerészet dallama nem mindegy, hogy micsoda, mert hogyha ott nem elég, hogy hangsúlyozni, meg fölfelé megyünk, akkor rossz lesz. De meg lehet oldani úgyis a másik módon, ahogy mutattam, avval a sztakátos értelmezéssel. Leszelidültek a kamikazék, de Okinawán már más lett a lét, a büntetés már rájuk hárul, pedig nem is tudnak japánul. Mit tehet róla Okinawa, hogy épp ott esett a vesztes csata? Nincs igazság, hisz Okinawán a lakosság, az nem is japán. Tutiság volt ott, míg nem csapott bele a hallevesbe a változás szele, nem vált a helyiek javára,
hogy betévet Okinawára az amerikai haditengerészet, és jól hazavágta az ottani létet. Padlóra küldték az összes halászt, mind dagadt lett beteg és civilizált, dagadt lett beteg és civilizált, dagadt és civilizált. Na ez volt az Okinawán. Hát remélem, hogy tudtunk körögni rajta velem együtt, meg sírni. Egy kicsit elszaladtam, de abban nem vagyok biztos, hogy Okinawán nem japánok élnek, de nagyon különbözőek a japánoktól. Tehát például a nyelvük is nagyon-nagyon eltér. Nem a rendes japánt beszélik. Úgyhogy hát itt van ez az ittszer. Legyetek kedvesek belőle világverő antislágereket készíteni, hogy aztán majd, ha lesz egy közös koncertünk, vagy egy lemez antológiánk, akkor arra fölkerüljön, mert nagyon a szívem csücske. Szevasztok!